Itt most igazából egyik eredmény sem lenne meglepetés, hiszen egymás mellett áll a tabellán a két csapat. Cvitkovics Péter és Kanta József, azt hiszem nem kell őket bemutatni egymásnak. A mérkőzés játékvezetője pedig Erdős József, aki szintén jól ismeri a mezőnyt. Szóval valóban, hát meglehetősen pikáns mérkőzés. Pöröskei. Jó az elképzelés, Csiki fejese, Hajduk! 14 perc telt el, amikor följegyezhetjük az első nagy helyzetet. Kanta szabadrugása át a túloldalra. Batik fejeli középre, és egy látványos mozdulat. Kirúgás következik. Kanta, lesz ebből lövés. Kanta, és ez fölé megy. Visszakapja Tislertől, eddig szép az akció. Haraszti lőhet, rá is lövi fölé. Az eddigi legszebb jelenet a Puskás Akadémiától. Fejes íveli vissza, az jó. Ott a helyzet. Rálövi. Próbált a kapura, de végül is tényleg nem talált kaput. Távoli bomba, nagy védés Hajduktól. Kálnoki kis küldte rá. Megvan az még, Gallardo teszi vissza. Lencse, lövésre. Tisler lövése, gól! Vezet a Puskás Akadémia az 50. percben. Tisler Patrik az egyik volt MTK-s góljával. Lencse. Harasztinak egy gondolattal, hosszú volt a labda, picit erősen rúgta meg Lencse Haraszti irányába. Ez viszont nem volt veszélytelen így. Zsolnai. Jó visszagorítás, Gallardo mellé! Gallardo, por mellett, kötényben! Ez fantasztikus volt! Besek érte el. Besek középre, ott a nagy helyzet, kimarad! Pöröskei. Bese jött be, így most a jobb oldalon nincs senki. Lövés távolról mellé. Eppel. Zsolnai. Zsolnai érkezik, Hegedűs. Szépen vetődött ki. Kanta. Meglövi hosszan Varga irányába. Varga, így jó neki, és gól! Egyenlít az MTK! Varga Szabolcs egy helyzetet kihagyott, ezt viszont értékesíti. A 93. percben 1-1. Többet birtokolta a labdát az MTK, több helyzete is volt, de sokáig úgy nézett ki, hogy végül is vesztesen hagyja el a pályát. Aztán jött Varga Szabolcs, is egyenlíteni tudott.